Már postázza a NAV az SZIA-bevallás tervezeteket azoknak, akik ezt kérték. Ha a dokumentumcsomagban leírtakkal az adózó egyetért, akkor semmi más dolga nincs, a papírokat nem kell visszaküldeni az adóhatóságnak. A bevallás így automatikusan elkészül. Ha viszont a tervezetben leírtakkal valaki nem ért egyet, akkor ezt egy külön nyomtatványon kell jeleznie. Egy önálló 20 SZIA bevallást kell kitölteni és beküldeni az adóhivatalhoz. Ezt ugye vagy papír alapon teszi meg, postán nyújtja be, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon, de még mindig van lehetőség arra, hogy ügyfélkaput nyit, és akkor otthonából ugye webes felületen keresztül ezt megteszi. Emellett, ha valaki például adó visszaigénylésre jogosult, akkor erről a postán kapott kiegészítő nyilatkozatot kitöltve értesítheti a hatóságot. Ha pedig adóhátralék befizetésére kötelezték az adózót, akkor ugyanezt a papírt kitöltve kérhet akár 12 havi részletfizetési lehetőséget is. Hogyha valakinek kérdése van a személyi jövedelemadóval kapcsolatban, a bevallás kitöltésével, beküldésével kapcsolatban, vagy pedig a programok letöltésével kapcsolatban, akkor a NAV infovonala ingyenesen hívható 1819-es telefonszámon május 20-áig hétköznapokon 8 óra 30 perctől egészen este 8 óráig. A NAV által készített SZIA bevallási tervezetet május 20-án éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani vagy kiegészíteni. Aki egyetért a tervezetben foglaltakkal és nem tesz semmit, annak május 20-ával automatikusan bevallássá válik a tervezete.